A csupi csörtészt a csokoládé. Szevasztok gyerekek, üdv a csatornán, képen jelentkezik a következő csodálatos Farming Simulator 22 százalékon mezőgazdaságban sorozat következő részével, amiben még egy kicsi több edukációt fogok belevinni. Úgy döntöttem, hogy minden egyes rész elején így a... Hát igazából hogy a falu életével kapcsolatban is fontos történelmi eseményeket fogok minden évben elmondani. Ugye 1921 van, és mi történt ebben az évben? Igazából kezd így megvalósulni az a dolog, amit szinte el se hittek a magyarok, hogy ez megtörténhet, hogy Trianonban ugye eldöntötték, hogy elcsatolják Magyarország nagy részét a különböző országok, környező országokhoz. Ugye... Hát, hogy jogosan vagy jogtalanul, ezen nem akarok így ebbe belefolyni ebbe a vitába, mivel ez egy 100 éves vita és mindig visszatérő probléma, ugye. Meg hát igazából ez egy probléma, viszont az, hogy jogos vagy jogtalan, ez mindig egy ilyen örök vita tárgya lesz szerintem Magyarország életében. Ugye rossz oldalon álltunk az első világháborúba, emiatt konkrétan ilyen büntetésként kellett azt megélnünk, hogy Magyarország nagy részét így elcsatolják. Igazából nem akarok olyan sok edukációt belevinni ebbe a sorozatba, ilyen történelmi téren, szóval ne ijedjetek, meg nem az lesz, hogy történelemecke lesz. Viszont szerintem, ami fontos lehet, ilyen releváns lehet így egy a mi kicsi falunk életébe is, hogy mi történt a világban, és eljutott ide annak a híre, mert ennek biztos, hogy eljutott a híre 1921-ben is. Ilyenekről fog esni szó, és tudjátok hova kapcsolni azokat a mezőgazdasági technológiáknak a megszületését és létezését a történelemben is tudjátok valamilyen kontextusba helyezni. Értitek, hogy mire gondolok? Hogy nem csak úgy érzékelitek, hogy itt múlik a mezőgazdaságban technológiailag az idő, hanem így érzékelitek, hogy mi van a világban. Ezért gondoltam, hogy hozzácsatolok ilyen dolgot is. Viszont március van, emiatt kellene csinálnunk valamit, mivel le fogunk maradni. És nem tudom, hogy egyáltalán van-e pénzünk mindenre, ugye nem csitelünk be pénzt, meg nem csinálunk semmilyen dolgot. Emiatt egy kicsit át kellene nézni, hogy a boltban mégis mi a szituáció, gyerekek, hát fölpattanunk a beceklére, aztán már megyünk is, mint az örültek. Mert van dolgunk, menjünk a beceklébe, mert nem férek el, jaj, kék. Papa! Álljál el a szekérrel, jaj, a tehénnek a tőgyét megbökte a biciklinek a hátsó lámpája. Na várjál már, mert megőrülök, és meg átmentem a kerítésen. Várjál, ki kell kaparjam a biciklit, adj, na, peros bicikli. Ezt kiállni vele vissza, én jöttem vissza a biciklivel, hogy fölobjuk a platóra, hogyha milyen platóra, nem is vegyük. Gyorsan, mert sok dolgunk lesz, gyerekek, itt van a föld, ugye, hát levágom itt az utat, megpróbáljuk. A beceklével. Elmegyünk a boltba, szalajtott minket öregapánk. Most ez jó, tudom, hogy nem, de így próbálok egy kicsit így. Ja, itt hagytam a traktort is, várjál. Itt lett vége a sorozatnak. Igen, amire szükségünk lenne, ugye, tudom, hogy megvan szánva, és abban már tudnék én ültetni, viszont én valahogy azt nem érzékelem annyira hitelesnek, hogy a szántott földbe, hát nem valószínű, hogy szántott földbe ültettek krumplit az őseink, emiatt én úgy gondoltam, hogy mindenképpen kellene vennünk valami kultivátort, és képzeljétek, nagyon jó kultivátorok vannak a kerestem, nagyon jó cuccokat kerestem, ezt nézzétek. Ilyen nagyon-nagyon öreg, figyeld, ez még egy ilyen, konkrétan ugye kézzel tekeri le, vagy állítja a paraszt, meg még ráadásul ugye egy ilyen akasztási pontja van, szóval semmi, abszolút egy ilyen nagyon egyszerű dolog, és erre gondoltam, hogy ezt meg kellene venni. Viszont, már lehet gumikerékkel is venni, de viszont nekünk az nem lesz. A main szín az mi az? Melyik része? Ó, gyerekek, hát ez nagyon adja, nem? Ez nagyon adja, úgyhogy egy ilyet vásárolunk. Mennyibe kerül? 1400-ban, nekünk meg van 1900-unk. Jó, úgyhogy pénzt kell keresni folyamatosan, mert különben nem fogunk előre haladni, ugye? Oké, figyeljetek, azt csinálom, hogy földobom a biciklit a platóra. Meg lehet, hogy a kultivátort nem kéne feldobni a platóra. Jó, a pótkocsi itt marad egyelőre. A manual attachment módot azt lehet, hogy be kell raknám. Mondjuk itt még szerintem elérem még innen is. Oké, ezt megyünk kultiválni, gyerekek. Ugye ez a kultivátor, nem tudom, nem a hangos a játék, basszus. Kicsit belekeveredtem a hangerőkbe, képzeljétek el, ugye a videókártya csere volt, és nem gondoltam volna, de egy végéért cseréltem, és összekeverte nekem a hangbeállításokat. Úgyhogy érdekes volt. Úgyhogy a Red Dead Redemption videók azok ilyen kicsit halkak lettek.
Oké, gyerekek, ez szerintem ugyanúgy működik. Nézzük meg, hogy néz ki rajt. Ó, gyerekek, ez nagyon autentikus, és látod, hogy onnan tudod állítani. Ó, nagyon jó. Szuper, gyerekek, menjünk. Aztán megyünk kultiválni, az lesz a következő feladat. És ugye ültetni kéne, ebben a részben én mindenképp szeretném elültetni a krumplit. Úgyhogy nem tudom, mennyibe kerül a... Hát, azt meg fogtok lepörni, hogy milyen ültetővel fogunk dolgozni. Milyen krumpli ültetővel. Egyébként itt nem tudok átmenni, mert ott az a rohadt nagy fa. Úgyhogy azzal lehet, hogy majd kéne kezdeni valamit, úgyhogy körbe vegyünk. Na igen, azt akartam mondani, hogy egy epik jó krumpli ültetőt találtam. És egyébként köszönöm szépen a modokat a srácnak, aki től származnak, ugye például az ökrök. Így folyamatosan ellát olyan exkluzív modokkal, amik igazából szinte nem is tudom, hogy egyáltalán máshol publikok-e. Az oldalának a linkjét lerakom a leírásba, gyerekek, meg a YouTube csatornájának a linkjét. Hogyha ilyen szuper jó kis autentikus modokkal akartok játszani, nézzetek rá mindenképpen. Mert epic jó dolgok vannak. Na gyerekek, akkor megyünk, kultiváljuk a területünket. Ide is értők. Szuper, ott egyébként még mindig össze van burogadva a fa. Na erre kíváncsi leszek erre a kultivátorra. Jó, egyébként akkor lesznek így eszközeink. Tudom, hogy ugye ez alatt ökrökkel szántottunk, de gondoltam, hogy viszont a kultiválást azt csináljuk meg traktorra, és ugye az ökrök után is ezt be lehetett volna akasztani, de szerintem így egy kicsit olyan autentikusabb, hogy azért a kultivátor az már ilyen traktorra legyen bontadva. Még ha nem is egy nagyon modernel. Jó, gyerekek, ugye kövek azok ott rohadnak meg, nagyon nem tudom kiszedni őket. Nem találtam hozzá normális modot, egy darab villa modot találtam, ami ilyen, hogy mondjam, ilyen vella mód volt, ami... Mert tudtam volna követ szedni, arról is csak egy videó volt, és nem osztotta meg a srác, és egy éves videó volt. Tehát nem volt egy letöltő link, nem tudom miért csinál valaki egy kézi vella módot. Csinál róla egy darab videót, az egy lehető a csatornáján, meg igazából sehol máshol nem, és így nem osztja meg. Aha, és láttad? Még anulálva van ez is, hogy letekered. Hányja? Oké, okosba gyerekek, kultiválunk, jaj! Hát figyeljetek, ez kell, nem? Fú! Egyébként így belső nézetben, meg amikor ilyen lassan haladunk ezzel a traktorral, egyébként nem is megy gyorsabban, mert tempomat 6-ba raktam, de 2-vel tudja csak húzni. Ez ilyen rohadt autentikus tud lenni, itt nagyon bele tudom képzelni magam, hogy tényleg egy ilyen munkát így végeztek, és konkrétan ezt úgy élték meg, szó szerint gyerekek ezt úgy élték meg, amikor ezzel a traktorral így dolgoztak 1921-ben, hogy ez egy ilyen epic modern dolog, hogy ez high-tech, ez olyan szinten volt high-tech, mint most drónnal permetezni. Ez olyan szinten volt high-tech, sőt, még annál is inkább high-technek érződött, mert előtte... hát ez nagyon jó ez a mód, ez tetszik. Mert előtte, ugye, nem létezett traktor, nem léteztek konkrétan robbanó motoros eszközök. És ez egy olyan újítás volt, hogy a lovak után, hogy azt mi el se tudjuk képzelni, mint hogyha űrhajóval szántanál, vagy nem tudom, vagy kultiválnál, érted? Elmegyünk erre, mert nehéz lenne ráfordulni. Megyünk itt. Igen, és hátra nyúlunk, kézzel letekerjük, ahogy kell, gyerekek. Epic jó. Ja, és el kéne ültetni a krumplit. Egyébként ne ijedjetek meg, hogy itt ilyen nagyon sok ideig tartanak ezek a dolgok, tehát az években így nagyon gyorsan haladunk, azt a százrészt nagyon gyorsan le fogjuk pörgetni. Most azért volt kimaradás egy nap, vagy kettő, ugye a videók terén, mert ugye gépet szereltem, videókártyát rendeltem, konfiguráltam a dolgokat, meg minden szart tököltem ezzel, és emiatt egy kicsit így belassult most, de hát nyugalom. Semmilyen körülmények között ezután nem szeretném azt megcsinálni, hogy egy eltűnök ilyen egy évre. Ezért is van az ugye a vlog sorozat hetenként, de ahol mindig informálni foglak benneteket az aktuális dolgokról.
Hát ez milyen, ez tényleg az, hogy ez mennyire high-tech dolognak érződhetett ez régen. Ezt fel se tudjuk képzelni szerintem. Jó, szépen lekultiváljuk ilyen mapokat, én nem is nézek meg ilyen dolgokat, hogy hogy szép, jól sikerült-e. Szebbre kell menni gyerekek, nehogy már GPS-szel dolgozzunk meg ilyesmi, nem? Baró jó, nagyon jó egyébként. Megmondom őszintén, nem tudom, én soha nem emlékszem arra, hogy milyen kultivátort, hogy használtak-e kultivátort a régi TS-ekbe. Mármint én így azért mondjuk úgy, hogy elég közel álltam a mezőgazdasághoz. Fiatal koromban már, mint ugye traktoros volt a fater, meg mit tudom, hogy volt hegyünk, meg minden. De én ezt egy ilyen hagyományos kultivátor dolgot, hogy kultivátor, ezt én nem emlékszem rá, hogy ilyen létezett abban az időben. Lehet, hogy az én szegénységi bizonyítványom, de nálunk kettő dolgot csináltak kultiválás címen. A szántás után tárcsáztak, meg boronáltak. Ez a kettő volt. Én nem emlékszem ezekre a hagyományos tényleg ilyen szó szerint vett kultivátorokra. Nem tudom. Lehet, hogy voltak, lehet, hogy valahogy nekem maradt ki mindig ez. De most például egy kukoricaföldel, amikor mondjuk aratás után így végeztek, én emlékszem rá, hogy ugye nyomtak rajta egy szártépőt, utána a szártépőzés itt például nincs is, ugye? Na, nyomtak rajta egy szártépőt, ja nem, a kézzel szedett kukoricán kellett szártépőzni, igazatok van, jó, már biztos írta is valaki. Kézzel le lett szedve a kukorica, utána le volt szártépőzve, utána pedig le volt szánva, le volt tárcsázva, és hogyha nagyon durva volt a terület, még a tárcsázás után ugye, akkor borodával le volt izéve, le volt így hakmózva. Ezt a kifejezést ismeri valaki, hogy hakmózás egyáltalán? Mert nálunk mindig mondták ezt a hakmózást. Szerintem a hakmózást, ha definiálni kellene, akkor a... ja, mondjuk, hogy a földhantoknak a szét... valahogy szét munkálása. De hogy ilyen normál kultivátorra, hogy én miért nem találkoztam, vagy tényleg ez az én szegénységi bizonyítványom, az ilyen normál kultivátorok, amik így hagyományosan tényleg annak értendők, az csak a izében láttam már az újabb időszakokban. Tényleg tárcsázni szoktak rábával, vagy akár kisebb MTZ-vel ugye, rábával, a nagy IH tárcsával, nagy földeket. Ezt utána leszokták futni ilyen rohadt nagy izékkel. Rohadt nagy boronákkal, amik így össze voltak okozva egy több is ugye egymás után. Ilyen eltolva, értitek, hogy mire gondolok szerintem. Ezt még nem fogjuk lehúzni egybe szerintem, úgyhogy meg se próbálom. Ó, szuper, nagyon jó. Egyébként engem tudjátok, mire emlékeztet? Így az eleje, hogyha nem nézem ezeket a kerekeket. A régi zetorokra, nem tudom pontosan milyen néven voltak, amik ilyen, nagyon sokszor leszették róla a kabint, és a sárvérőket meg szokták hagyni, és emlékszem, hogy volt a Lepsény Imre bácsinak ilyenje, meg még meg is van egyébként a családjának, egy kékbe, és a sárvérők meg voltak hagyva, a kabin le volt róla szedve, és mindig a sárvédőn szoktak utazni. Ugye ő vezetett, emlékszem, hogy a két oldalon a két sárvédőn kellett ülni, és úgy utaztunk. Hát nagyon ez ilyen munkavédelem nem foglalkoztak, és képzeljétek úgy ilyen hegyútba, hogy gangold végig, és úgy ott a sárvédőkön utaztunk. Meg hogyha mentünk fát szedni, rengeteget mentünk azzal a traktorra fát szedni, akkor is a sárvédőn utaztunk. Egyáltalán nem volt félelemérzetem, pedig ha belegondoltok, hogyha így
mondjuk megy egy 30-al egy olyan traktor, és a hátsó keréken ülsz konkrétan, és ha így előre lecsúsznál gyerekként, ezt úgy képzeljétek egy gyerekként, hogy ilyen 10 évesen már fönn voltam rajta, így előre leásnél, akkor konkrétan instant bekerülsz a hátsó kerék alá. Nem tudom. Szóval, igen, ott szoktam utazni, ott. A izén a sárvédőn tök durva volt, így belegondolva. Hát egy mai gyereket szerintem így a szülei olyan szinten féltenének, a közelében nem engednénk egy ilyen traktornak. Hát meg nagyon sokat utaztunk úgy, hogy azt gondolom mindenki ismeri, hogy a kocsi rudon állsz, aztán kapaszkodsz az ülésbe, az ilyen cabrio traktorokra gondolom. Egyébként emlékszem, hogy a faluban volt egy testvérpár volt, azt hiszem testvérek voltak, nem mindenki a testvérek, volt a Lepségi Gyuszi bácsi, meg volt a Lepségi Imre bácsi, és a Lepségi Imre bácsinak volt egy kék kabriója, ilyen, hát ugye nem volt rajta kabin. A Lepségi Imre bácsi mindig lazább csávó volt, mint a Gyuszi bácsi, a testvére. Gyuszi bácsi az ilyen nagyon megfontolt stílusú volt. Ő neki volt kabinja, zöld traktorja, volt zöld zetorja. És mindig azon egyszerűen nem tudtak úgy kommunikálni, hogyha traktorokra jutott a szó, vagy arra került, vagy hogyha úgy mentünk együtt, hogy ő is jött, a zöld, ugye a Gyuszi bácsi jött a zöld zetorral, az Imre bácsi a kék zetorra, hogy mindig versengtek, és mindig oltotta az Imre, már a Gyuszi bát, hogy ő neki, nem tudom hogyan, de 4 hengeres volt az izéje, a zetor, a másiknak meg csak 3 hengeres, és sokkal jobban ment tőle, és mindig azon szórakoztak, hogy ilyen emelkedő volt, ilyen nagyobb súlyt húztunk, vagy valami volt, akkor mindig így megálltak, aztán fölmentem 4-be, fölment 4-be, neked mennyibe, 2-be, azt így mindig szívták egymás érét, vagyis az Imre már szívta a Gyuszi bájt. Erre emlékszem, hogy ez mindig így volt. Ez egy nagyon érdekes szituáció volt, de erre emlékszem, hogy ez mindig így zajlott. Ja. El is felejtettem az etorokat. Pedig aztán mennyit jártunk vele erdőre, meg mindenhova. De még akkor is a sárvédőn utaztunk, hogyha volt pótkocsi. Pótkocsin utaztál már? Földes úton, gyerek? Mármint te, aki nézel a videót? Fater szokta mondani mindig. Mindjárt megállítom, mert ezt el kell mesélnem. A traktor, a pótkocsira kellett ülnöm, aztán ilyen nem nagyon szórakoztak üres pótkocsit, amikor mentünk földes úton, érted? Hanem amit bírt. És akkor úgy pattogtál a kocsival együtt, hogy körülbelül így végigjártad az egész hátulját, és próbáltál kapaszkodni valamik oldalba, hogy ne tényleg az legyen, hogy mint egy gumilabda pattogsz a platón, vagyis a pótkocsin. Fotel szokta mondani, hogy rám szokott nézni, amikor látta, hogy pattog a kezdi, hajtsd a segged alá a tökeidet, aztán akkor nem fog annyira törni. Na, mondom, köszönöm szépen, tényleg. Ja, ennyi volt a izé. Spárna meg ilyen, ne viccelj, és semmi nem volt. De egyébként igen, emlékszem rá, hogy a Gyuszinak, az Imrének, szoktak egy izét rakni a pótkocsiba. Hol egy pótkocsi, nem tudom megmutatni. Keresztbe egy deszkát. És akkor arra lehetett ülni. De aztán baromi félelmetes volt, mert itt ültél a deszkán, ami gyakorlatilag nem volt rögzítve. És ugye annyit tudtál, hogy ide raktad a lábad, hogy valahogy egyre fixáld magad, de ugye nem tudtál nagyon kapaszkodni csak a deszkába. Az meg így össze-vissza pattogott, az is nagyon izé volt, nagyon, nagyon parád, és para volt az egész. Na, gyerekek, meg kéne nézni a boltba, megnézem minden, hogy mennyibe kerül az ültetőnk, krumpli ültetőnk, mert különben hiába is akarnék én bármit, ha egyszer nem tudok krumpli ültetőt venni, mert az nekünk nagyon fontos lenne, gyerekek. Hogy kerül egy ilyen traktor ide a módjaim közé? Ezek még valami régiek. Egyébként beraktam azt a kézifűrészt, a modern srácnak mondom, talán megnézi a videót. Nekem basszus nem működik normálisan, hanem olyan, hogy beszáll a karakterem, és mintha vezetné, de eltűnik a karakterem, és aztán ilyen nagyon fura. Lehet, hogy én használtam rosszul. Írtad, hogy Y-nal lehet használni, de nekem olyan, hogy csak így beül a karakterem. Lehet, hogy tényleg én csesztem el valamit.
Ilyen Zetor volt. Szuper, Zetor, szuper 50. Ilyen volt, mind a kettőnek. Ilyen volt, srácok, most erről dumáltam. Ugyanilyen volt mind a kettőnek. És tudom, hogy az egyiknek, ugye, ezt mondtam, hogy ezt a kabin rész le volt véve, és akkor ilyen tök ilyen nagyon feelinges volt, és itt ültünk a sárvédőn. Ugyanez volt. Ugyanez. És azt mondtam, tök ha emlékeztet rá az eleje. Mert emlékszem, itt ez... Fú, valamikor nem volt meg a kupakja, vagy nem zártam, föcsögött be vele mindig a víz. Meg mindig megálltunk valahol, akkor öntöttük bele vödörre, meg kannával, nem számított, nem amfagyáló, meg ilyenek. Hú, te, nagyon komoly volt. Ugyanez volt, ugyanez volt. Hát olyan holtjátéka volt a kormánynak, hogy így azon azt szoktam figyelni, hogy ilyenek, ilyen fél, most én miért mutogatok, ilyen fél fordulatokat tekert, aztán akkor mentünk egyenesen, nagyon durva volt. Nem lehet kabrióra állítani? Miért nem? Pedig az nagyon feeling lenne. Ugyanilyen volt, ugyanez. Hú, gyerekek. És 1500-ba kerül, nem is drága, de még nem vehetjük meg, mert még nem vagyunk ott technológiailag, srácok, úgyhogy hiába vigyorogtok. Van itt DT-75 is egyébként, de nem, ne. Ne erről beszéljünk, hanem hol a krumpli ültető. Itt van, mennyibe kerül? 230, meg tudjuk venni. Meg tudjuk venni. Hát ezt meg fogjátok látni, ettől meg fogtok bolondulni, ettől meg fogtok bolondulni, emberek fogják ültetni a krumplit, annyi, hogy traktorra, vagy bármilyen eszköze fel kell verni, hát el is megyünk érte, ne viccelj. Azt megyünk krumplit ültetni, de kellene valami zsákos árut is venni, magot, vagyis krumplit, ugye? Ja. Egyébként pont azon gondolkoztam, tök durva, mert ilyen tök spontán jönnek ezek a dolgok, várj, menjünk el erre, ez sokkal jobb ez az durva. Hogy ugye, mielőtt elindítottam a részt, hogy mit fogok mesélni. És igazából tök durva, mert mindenről eszembe jut valami. És jó, ja, ennek az eleje tök emlékeztet engem a Zetor, Zetor 50-re. Zetor Super 50, úristen. Azt mondja már meg valaki, hogy lehetett, hogy a Zimra bácsinak 4 hengeres volt, hogy Gyuszi bácsinak meg 3. Azt már valaki mondja meg azt, hogy sikerült. És szerintem megvan mind a kettőnek, és egyébként a Gyuszi bácsinak a fiának, őnek is Zetor 5-fedje van, egy zöld, de ő neki még bukókeret is van rajta. Azt tudom, hogy az Imre bácsinak kabriója volt, nem volt rajta Gabin, de ő mindig ilyen macsóbb is volt, meg ilyen lazább figura is, mint a testvére. A testvére az mindig ilyen megfontoltabb volt. Na gyerekek, műanyagládák, tudom, nem autentikus teljes mértékben. Hú, bazza, gyerekek, baj lesz. Ez 3 pontos igény van, várjál. Hát, figyeljetek. Engedjük el. Fölcsatolta. Egyébként várjátok, megmutatom, hogy működik. Engedjük el, hogy mert igazából jobb módot nem találunk kézi krumpli ültetésre, abban biztos vagyok. Ez úgy működik, képzeljétek, hogy ott ugye úgy van, állítsuk meg, ezt el akarom mutatni. Ugye úgy működött régen a krumpli ültetés, elmesélem, hogy nálunk hogy működött. Úgy működött, ez halál komolyan, hogy izé a Robi kapához, Robi 51, talán olyanunk volt, kapálógép, rendes kapálógép, ahhoz volt ilyen, mint egy ilyen ekefej. És azt ugye fel lehetett rá csatlakoztatni, és azzal ugye ki kellett húzni a krumplinak a sorját. Az már nagyon modern volt, mert nem úgy kellett, mit tudom én, kapával vagy kézzel. Azzal húztuk ki, csak azt tudom, hogy annyira gyenge volt a ilyenkor azért kellett az energia, meg mi zalai dombságban vagyunk, egy ilyen dombon, hát ez nem nagyon akart felmászni a kapálógép, úgyhogy húzza közbe ki a sorokat. Ezért valakinek, emlékszem, hogy egy ilyen madzagot kellett így magamra akasztani, így a vahalamra, és húzni, segíteni annak a kapálógépnek, emlékszem. És akkor ugye utána, hát úgy szoktuk ültetni kézzel, mi szó szerint, hogy kézzel dobáljuk bele a krumplit, az ültetnivalót ugye a likakba, vagy nem likakba, abba a sorba is, úgy mértük ki kb. Hogy mit, egy lépésenként, vagy két lépésenként egy krumpli, és akkor ugye jött valaki, akkor meg az meg temette. Kapával. Szóval ez így működött a krumpli ültetés minden éven, de szerintem máshol is nagyjából így. Ez nagyon vicces, mert ez meg úgy működik, hogy ugye ugyanúgy itt real húzzuk ki azt a, azzal az ekefejjel,
Ebbe a lyukba majd a csávok dobálják bele a krumplit, és az pont ugye a jó helyre fog esni. És ugye van ez a két korong, amelyik viszont már tölti be a krumplit. Úgyhogy ez tök jó lesz. Na. Így nem fogunk krumplit ültetni, hogy történetmesélés abiddig. Na. Viszont megint körbe kell mennem. Azon gondolkozok, hogy más útvonal nincs valami normális. Erre elmehetnénk. Ez talán kivisz. Egy szándékosan egyébként nem használok most térképet. Nem hiszem, hogy térképpel közlekedtek a csávók annó. Szerintem ez jó lesz nekem. Igen, ez jó, erre kell menni a boltba. És akkor itt meg föl, visszafordulok és már ott is vagyok. Ez jól néz ki az a lepukkadt házikó. Meg ez a tó is. Egyébként a srácnak láttam, hogy van olyan módja, hogy lehet horgászni. És rendes halat lehet fogni. Akiről beszéltem, ugye, aki csinálta például a zökröket. Úgyhogy tök jó. Na, itt fölmegyünk. Majdok föl kéne venni, itt volt megbeszélve. A srácokkal, akik segítenek krumplit ültetni. Na, a srácok, jöttek krumplit ültetni? Oké, okay, itt is vannak! Ez mekkora gyerekek. És nem csak állnak, ne viccelj, most éppen gondolkoznak. De, nem vettünk izét. Srácok, majd fölveszlek benneteket, szálljatok, el kell vennem krumpliért. Jó? Tehát ezek most örökre itt maradtak. Jó, hát akkor maradjatok. El kell vennem krumpliért. Elfelejtettem krumplit venni, srácok. És van egy olyan érzésem, hogy az a krumpli ültető is annak a srácnak a műve, aki az ökrök. Mivel ugye ez is magyarul van írva, magyar neve van, de meg mindjárt kiköpi a motor, gyerekek, annyira megyünk. Ja, kell menni magot. Remélem, hogy rajta is még jut pénz. Magot. Ütetni való krumplit kell venni. Milyen magot, basszus gyerekek. Magot. Hülye vagy. Viszont ez az urvonal, ez jó lesz nekünk. És eddig mindent úgy termeltük meg, minden összeget. Az jó, jó, találtunk vagy három sajtot, az mondjuk segített a dolgon. Hát ez viszont az urvonal tényleg jó. Jó, pudva, rozsdás kapu. Én a mapot szeretem. Szeretem ezt a mapot. Tényleg, bírom. Valamikor itt tök rá tudok hangolódni egy ilyen jó mapra, hogy minek nevezik. Hello, srácok. Figyelj, gumicsizma, rövid gatya. Hát ez nagyon paraszt. Meg a csikos papucs. Nem hiszlek el. Nagyon jó. Mi van a pólóján? Ez valami magyar felirat lesz a pólóján, szerintem. Meghaló. Meghalók. Meghalók for valami csoda. Na. Nézzünk elvileg, van mag, magocska, magocska, imádkozzatok gyerek, jó van, oké. Megyünk. Nem tudom mennyi megy bele, egy zsák követtünk magot. Hát, ütetni való krumplit, nem magot, ne legyél hülye keeper. Mindjárt, neztek gyerekek, rakjatok bele. Mind a kettő ládába legyen, bőven. Az igen. Hát még egy be... Ó, hát még kell venni. Mindjárt hozok még. Legközelebb majd rakunk-e ütetni való krumplit. Hát egyébként ugye az volt mindig. Nem szoktunk kizét venni. Régen. Magot. Meg ütetni való krumplit. Nem mindig a régiből volt eragva. Meg volt hagyva. Magnyag való dolgok voltak hagyva. Meg a krumpli is ugye volt ütetni való, meg van az, volt az állatoknak való, hát az állatoknak való több volt, mint más. Jó, még fér abba, gyerekek, még fér, legyen, figyelj, legyen. Most erre jó sokat elköltök. Majd legközelebb félre rakunk ütetni való krumplit. Amelyiket evágtad, kapálva, az jó lesz annak. Hát bozzá, mennyi van ebbe, gyerekek? Hát komolyan mondom, szívem megáll, hogy annyit költünk rá. Még a jövő, az unokák is krumplit esznek el. Krumplit eszünk krumpliba, hogyha...
aztán elég legyen. Ennyi biztos, hogy elég lesz. Induljunk. Műanyag ládákban, nagyon komolyan meg van csinálva. Rendesen rángatja egyébként a traktort, hát én nagyon bízom benne, hogy meg tudjuk oldani ezt a, ezzel a traktorral. Nem néztem mennyi az igénye, meg hogy hány lóerő ez a traktor. A lóerő, vagy mint a traktor az azt hiszem ilyen... Talán ilyen 20 lóerő körül van. Tjú. Krumpli ütetés kézzel. Nem tudom már hova tudunk visszasüllyedni farmingba. Egyébként na, azt akartam mondani srácok. Egyébként ezek a srácok itt laknak ám ebbe. Ebbe a pudva házba. Jó? Nevezzük már őket el. Most majdnem mondtam valamit, ilyen videós neveket. Hát az úgy néz ki a jobb oldali, mint a Dancsó Peti. Na, itt a Dancsó Peti. Meg a bal oldali az ki? A bal oldali az a Laci bácsi, aki szokott főzni, legyen az. A Dancsó... Jön a Dancsó idő. Krumplit ütetnyi. Itt laknak el. Abba a kotlába. Jó van, srácok, mert mindjárt indul a krumpli ütetés, ne aggódjatok, frankor. Ja, és azt akartam mondani, hogy ne aggódjatok, hogy itt most lassan megy a dolog. Ugye mindenre lesz időnk, lesz a TS korszakban is se fogunk tölteni, vagy 40 évet. Úgyhogy... Szépen fog ez működni. Na, figyeljetek! Kezetek pörögjön, mint az állat! Kezetek pörögjön! Rakjátok a krumplit, rakjátok! Várjál, tempomatot állítok. Ez az, krumplit rakjátok, ügyesen. Ez az, nagyon jó vagytok gyerekek. A Dancsó Peti új oldaláról ismerkezik meg. Szóval a krumplit, rakosgasd. Aztán mi van gyerekek, mi újság van? Minden rendben van? Kocsmában lesz valami este? Jó, erről a kocsmáról jut eszembe az például, hogy régen nem emlékszem, hogy anyám mindig elvitt a misére. Minden vasárnap misére jártam, nem hiszitek el. Ti jártok misére? Szoktatok járni? Hát igazából nem volt választás. Hogyha a szüleid vallásosak voltak, akkor te is az voltál. Na, ezt mindig jártam misére. Ilyen izé nem voltam ilyen első áldozó. Vagy nem első áldozó, hanem ilyen bérma... Nem bérmáló, hanem minek nevezik azt? Tudjátok, amikor így... Ministráns az nem voltam, hál' Isten. De minden vasárnapod voltam. A fater meg a kocsmába. Úgy működött, hogy... A nők azok mentek a misére. A férfiak azok mentek a kocsmába, vagy misére és utána kocsmába. És ugye, ez egy ilyen, fú, nem is tudom, volt egy ilyen feelingje annak, meg egy ilyen tradíció szinte, hogy ez tényleg úgy működött, hogy ugye mondjuk vasárnap volt 10 órakor a mise, elmentek a misére az emberek, a férfiak bementek a kocsmába, a nők hazamentek, megfőzték az ebédet, és körülbelül úgy délig elvoltak. Ez egy ilyen izé volt, mostanában Amerikában van ez a Constant Café, tudjátok, hogy vasárnap, mit tudom én, reggel elmennek az emberek ilyen autós találkozóra, és délre azért hazaérnek. Hát ez körülbelül az volt, csak ilyen régi parasz verzióba. Amikor... Hát ez nagyon jó, gyerekek. Ez nagyon jó. A Dancsó jött izé, krumplit ültetni. Igen, és ja, így volt, és akkor tényleg... Meg az volt ennek az egésznek a non plus ultrája, ennek a rituálénak, hogy ugye ki voltak öltözve a férfiak is öltönybe, meg zakóba mentek a kocsmába. Mert ugye a misére indultak, aztán hát az övé betévedtek azért hazafele, és... Tényleg volt egy ilyen feelingje, hogy nem csak az volt, hogy a munka után bemennek koszosan a kocsmába, hanem a vasárnapi kocsmázás az egy ilyen... Az egy ilyen tök jó dolog volt. Most meg nemes ráadó gyerekek, 300 lelkes falu, ahol lakom. 300 lelkes. Komolyan. Három kocsma volt körülbelül a 2000-es évekig.
Három kocsma. Most egy se. Nem, egyszerűen nem él meg. Tök durva, hogy mennyire változott meg a világ. Leginkább szerintem az internet is, meg nem tudom, az emberek azok nagyon így, nagyon sokat változtak. Tehát nem igénylik annyira a közösségi életet szerintem. Mert ugye a kocsmának nem csak annyi volt a szerepe, hogy ott itt áll, hanem volt egy ilyen szociális élet is ott. Ott találkozhat emberekkel, nem az volt, hogy hát most nem tudom, hova mennek az emberek. Nem összejárnak az emberek? Jó, persze, vannak ilyen romkocsmák, meg minden Pesten, de mégse ugyanaz. Hát a falvakban szerintem ilyen, ha faluban laksz, akkor mondd meg, hogy hol találkoznak az emberek. És régen a gyerekek is oda jártak a kocsmába, nem az volt, hogy ki voltak tiltva. Nem tudom, soha nem volt olyan, hogy ilyen atrocitás érte őket, főleg ilyen falusi kocsmába. Most meg, hogyha bemenne egy ilyen 10 éves gyerek a kocsmába, szerintem azt mondanák, hogy jó, na, mit csinálsz? Ja, meg a másik dolog az durva, hogy nem lehet dohányozni sehol. Mármint ilyen, olyan értem, hogy nem lehet, meg ne is lehessen, de azért vannak ilyen, voltak régen ilyen kocsmák, ilyen tipikus késdobáló falusi kocsmák. Most nem úgy értem, akkor is dobálod, hogy ilyen nagyon veszélyes volt, hanem az, hogy ilyen idézőjelesen igénytelen volt. És ott ugye mindig volt a cigifüst, fröccsöztek az emberek. Hát azok az emberek azért jártak oda a kocsmába, mert ott volt ez a hangulat. És szerintem egy olyan embernek, aki mondjuk a 80-as években élt, most azt mondanám, hogy nem lehet rágyújtani egy kocsmába, akkor az így nézne, hogy mit? Mi történt? Meg nem hinni el? Nem, gyerekek? Ha valaki tud egy olyan modot, amivel a köveket le lehet szedni kézzel, akkor dobja már, mert a francia sem bele, hogy az egy darab ember is, aki csinált ilyet, nem osztotta meg. Amúgy nem értem a nem megosztott modokat, mert vannak ezek a modderek, én be vagyok ilyen modos csoportban, és akkor csinál egy modot, és akkor így csinál róla egy képet, meg egy videót, és kirakja, és akkor kérdezik tőle, hogy osztva lesz. Hát nem hiszem. Hát akkor miért csináltad? Vagy nem tudom. Még esetleg akkor megértem, hogyha ő egy videós, és contentet akar vele csinálni. De viszont egy modder, hogyha nem osztja meg a modját, az milyen? Az egy olyan, mintha festenék egy képet, és utána meg bedobnám a tüzet, és eltüzelném, nem? Nem tudom, az nem értem. Abban valamilyen szintű ilyen... Jó, olyan szinte, akkor tényleg el tudom képzelni, hogyha videós vagy bármi content creator és azzal akar bármit kezdeni. És szeretné, hogyha csak ő tudná használni. Viszont akkor, hogyha nem kezd vele semmit, akkor szerintem nem tudom, annak mi az értelme. Így beleképzelem a helyébe valaki magamat egy embernek, hogyha én csinálnék egy modot és azt nem akarnám megosztani a többiekkel, Épp az az öröm, nem? Ez olyan, mint hogyha én csinálnám ezt a videót, és a végén nem tölteném fel. Mert nem töltöm fel. Nem tudom, az valami pura. Hát a Dancsú nagyon csinálja, jó van. Szórja bele oda nézni, az őrült. Kicsit sűrű lesz, nem? Az a krumpli. Oké, gyerekek. Figyeljetek, egyébként rohamosan indul, meg fog lódulni ám a technológiai fejlődés. Úgyhogy új gépeket lehet, hogy már a következő részbe kell, hogy vegyünk. Mert ilyen 1925 környékén már nagyon durva fejlődés következik be a mezőgazdaságba. Bocs, közben egy tizélek, próbálok játszani. Szerintem FS22-ben szinte nem csináltam eddig semmit. Eddig még nem is láttam, hogy azt most már 3D-ben van megcsinálva, hogy ezeket a krumpli betöltések, ezek így néznek ki. Mert ugye még a 19-ben csak egy gyakorlatilag egy ilyen textúra az egész. És itt már tényleg 3D, nagyon jó. Jó, mert az eszközeink azért megmaradnak, azt tudjuk azért használgatni, ugye? De milyen? Aj! Istenem, szinte érzem annak a tapintását, annak a deszkának. Figyeljétek, majd mindjárt mutatom. Nagyon brutál. Itt ezt a bokrot ezt kivalkatnám, vagy valami, mi? Nem, talán már egybe... De nehezen forgatja át ezt a korvajt. Azt a becse.
Mindjárt mondom azt, de szerintem ti is érzékelni fogjátok, hogy miről beszélek. Ez lehet, hogy egyben nem megy le, inkább majd jövünk még egyet. Na, az a deszka! Azzal a megkeményedett, felpattogzott, fehér zománc festékkel. Hát annak rendesen érzem a tapintását, nem? Amikor is fel van pattogzva, meg már kezd rohadni alatt a fa, és ilyen éles szélei vannak annak a zománc festéknek, meg így be van repedezve. Hát az rendesen nem, tapintását érezzük, gyerekek. Jó, a három pontos hiánya egy kicsit felborítja az élményt, de nincs jobb autentikusabb krumpli ültető módszer most a játékban. 22-ben, és emiatt úgy gondoltam, hogy ezt le kell nyelnünk. Mindjárt végzünk ám, srácok. Azt se tudom, mennyi ideje megy az... Ezzel a játékkel, ezzel kitaposom a krumplit, gyerekek. Meg arra már nem kéne rátölteni még egyet. Ja, hát itt meg úgy látom, hogy jó, na mindegy, már végig megyünk. Itt már végig megyünk. Gyerekek, figyelj! Maci bácsi, te ne ragd, csak a dancsó. Laci bácsi, maga a fűre dobálja le a krumplit. Szedhetem össze majd. Dancsó Peti az meg szerintem, nem tudom, fölszívott egy csikot, mert olyan mereven néz. Hazaviszem őket, jó srácok, hogy ne kelljen gyalogolniuk. Na, srácok, figyelj! Hazadoblak benneteket, ne kelljen oda gyalogolni. Nagyon szépen köszönöm a melót. Örülök neki, hogy... Igen, jól sikerült minden. Hazadobom őket, itt laknak. Itt lakik a Dancsó Peti meg a Laci bá. Majd igénybe veszük a segítségüket. Máskor is, jó? És hogyha véletlen bérmunka vagy bármi van, bérmunkás leszünk fel. Na, Laci bá. Ó, hát ezek le is léptek, mint kurva sezlarú. Jó van, Franco. Ez is megvan, gyerekek, megcsináltuk. Ott is van egy föl, tök jó, ott a tóparton, meg ott, ó, ott is jó. Jó lenne ilyen autentikus környezetben majd. Ó, földeket kell venni, meg is nézhetnénk, mennyibe kerülnek a földek azért majd. Viszont hazavisszük a gépet, meg a krumpli ültetőt. Fajn, hát még jó, hogy vettem, 5-5 liter maradt a krumpliból. Oké, el van ültetve, most már csak akkor várni kell, hogy növekedjen. Nem tudom, hogy gyomosodik-e, mivel akkor meg kell kapálnunk majd kézzel. Igen, kézzel, bocsánat. Arra úgy jöttök. Nincs izé, nincsen műtrágy vagy vegyszerezés 1921-ben, nem fogunk. Felejtsétek el! Valahova le kéne dobni ezt a ütetőt. Ide ledobom a... Ja, majd egy kapát kéne venni. Szuper. Jó, visszhangzik ez az épület. Ja, nagyon jó. Ja, meg a Gyuszi bácsinak volt régen egy izé, egy másik traktor, basszus, azt nem tudom elképzelni. Valaki mondja meg, hogy mi, mert igazából soha nem beszéltek ezek a márkákról, hanem így mondták, hogy hát, hozza fűrészgépet. Egy fűrészgép volt felszerelve, hasonló volt, mint egy Zetor 50-es. Kinézetre. Valamivel kisebb volt. Talán. Azt tudom, hogy egy ilyen nagyon böszme nagy lendkerék volt mind a két oldalon az oldalán. Azt gondolom én, hogyha így feltételezném, az a főtengelynek a két végén lehetett. Szerintem. És egy hengeres volt, és azt mindig emlegette a Gyuszibá, hogy akkora henger van benn, mint egy nagy lábas. Konkrétan meg lehetett számolni a
fordulatszámát. Amikor ment vele, akkor szó szerint ez nagyon durva, de így volt, hogy tik, 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 tik. Ilyen volt, gyerekek. Nagyon durva volt. Az nem tudom, hogy mi volt, tök olyan volt, mint egy Zator 50-es, de egy hengeres volt. És volt rajta egy marha nagy lendkerék mind a két oldalon, és úgy szokta bekurblizni, hogy annak a lendkeréknek a végén volt egy ilyen csonk, és ő ott szokta bekurblizni, és úgy szokott elindulni. Tik, tik, tik. És amikor fűrészed vele, akkor tik, 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 tik. Akkor körülbelül ilyen fordulatszáma volt, szóval ilyen másodperc per egy, másodpercenként volt egy löket. Meg ilyen okátta a kormat, mint az atom. Fú, de jó, ja, ez jó volt. Nagyon sokat gondolkoztam rajta, mert láttam hasonló ilyen tartós motorokat, annak nevezték őket? Amikor ilyen Mia, vagy nem is tudom milyen motor volt, amik így valamilyen munkavégzésre szokták használni, lerakják, és akkor ugye tudom, kompresszort hajtanak, vagy cséplőgépet, vagy bármi. Arra emlékeztet, lehet, hogy tényleg az volt, egy olyan motor volt beleszerelve, de lehet, hogy volt ilyen traktor, nem tudom. Na, igazából jó haladunk, megnézzük, hogy mi történt, jó srácok? Ma is voltak sztorik, remélem egyébként itt a hang az viszont jó volt, mert nagyon bánnám, hogyha kuka lenne ez a videó. Tök jó el vagyunk, mindig azt hiszem, hogy nem lesz témám, meg így kicsit aggódok miatta. Haj, de szép krumpli földlet, ja, köveket azt nem lett kiszedve, ott rohadja meg gyerekek. Mit ír? Burgonya növekszik, hozambónusz 60%, az miért? Megtrágyázott 50%, mész kell hozzá. Jó, hát trágyázás az a baj, hogy nem hiszem, hogy van kézi. Amint ugye ez nem működik, hogy rászórom én a trágyát a földre, hanem kellene valamilyen eszköz hozzá. Műtrágyázót láttam, amit lehet tologatni, viszont szerintem a műtrágyázás az nem állná meg a helyét 1921-be. Úgyhogy azt egyelőre így hanyagoljuk. Ezek az ökrök meg itt szegények csak áldogálnak most. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jövök a következő résszel. Sziasztok!